vasárnap tartották Csikéria pusztán a sorrendben második nagyszabású falurendezési akciót, amit egy fiatal helyi szervezetből álló nem formális csoport szervezett. Noha az időjárási körülmények rendkívül rosszak voltak a folyamatos eső ellenére, a település mintegy 60 lakosának sikerült megvalósítani mindazt, amit elterveztek. Az egész akciót egy Viber csoport levelezése indította el, ahol néhány fiatal arról beszélgetett, hogy mi az, amit a faluban rendbe kellene tenni, és a település melyik részét lehetne szebbé varázsolni, mondta a szervezők egyike, Darko Tyuk. Arról beszélgettünk, hogy hogyan tudnánk bizonyos problémákat megoldani. Aztán elkezdtünk gyülekezni otthonról hozott szerszámokkal, hogy elkezdjük a falu központjának és környékének rendezését. Úgy voltunk vele, hogy mi elkezdjük, aztán aki csatlakozik, azt szívesen látjuk. Sokan összegyűltünk végül is, sok helybeli gyerek és asszony is bekapcsolódott az akcióba. Az, ami prioritásnak számított a takarítás során, azok az útszakaszok és parkok, amelyek veszélyeztették a gyerekek és a helyiek biztonságát, mutatott rá beszélgető partnerünk. A legkritikusabbak a falu központ és a templom környéke, a stadion és az iskola környéke, a gyerekek miatt, hogy számukra biztonságossá tegyük a település ezen részét. Továbbá fontos a falu környékének rendbetétele is, az utak beláthatósága és a közlekedés biztonság miatt. A prioritás mindenképpen a templom körüli park rendbetétele, az iskola keretein belüli sportpályák és játszóterek rendezése a gyerekeink miatt. Amíg az idősebb helybeliek a bokrok és a vadon termő növények kivágásával lettek megbízva, és az asszonyok otthon különféle sós rágcsálnivalót készítettek az akció résztvevőinek, addig a legkisebbek a gallyak és egyéb hulladék összegyűjtésében segítettek. Gerebjéztünk és tisztítottuk a területet a testvérem és én. Összegyűjtöttük a tobozokat. Én ezt azért csinálom, hogy a falunk szebb legyen, és nagyon tetszik nekem, hogy elindítottuk ezt az akciót. Úgy gondolom, hogy több ilyen akciót kellene szervezni. Összeszedtük a szemetet, majd a tobozokat is összegyűjtöttük, és a természetben játszottunk. Ami a szerszámokat és felszerelést illeti, az akcióban körülbelül 10 trimmer, ugyanennyi láncfűrész, 5 fűnyíró, 1 kotrógép, 2 traktor és egy markolóval ellátott teherautó szolgált segítségül, melyet az akcióban szintén résztvevő Dragan Kolundzsia kölcsönzött önzetlenül. Az akció olyan sikeres volt, hogy mi is meglepődtünk ezen a sikeren. Mindenki eljött, aki tudott, és mindenki hozzájárult valamivel, és dolgozott. Van azonban még rengeteg tennivaló, úgyhogy folytatjuk, mivel a falu igencsak el van hanyagolva. De amint látják, ezt eredményezte az egyetértés és az összetartás. Rendbe tesszük a falunkat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az óbecsei kommunálács vállalatnak, akik sokat segítettek. Azonban a munka oroszlán részét a település lakói végezték. Mivel én is helybeli lakos vagyok, ezért csatlakoztam ehhez az akcióhoz. Mindazt, amin van, szívesen kölcsönöztem, mivel mindenki ezt tette. Azaz mindenki hozott szerszámokat, amire csak szükség volt. Néhány vállalat is hozzájárult a munkagépeivel ehhez az akcióhoz. A helybeliek traktorokkal jöttek. Úgyhogy mindez a falu egységét, összetartását bizonyítja, és példaértékű, hiszen így kell, hogy kinézzen egy társadalmi közösség. Az, amiben a szervezet képviselői és a helyi önkormányzat megállapodott, az az, hogy a helyi önkormányzat minden egyéb mellett részt vesz a Csikéria pusztai sport és rekreációs pályák felújításában is. Óbecse község támogatja és támogatni is fogja az ilyen és ehhez hasonló polgári kezdeményezéseket itt Csikéria pusztán, és ennek keretében pénteken gyűlést tartottunk a község elnökével és az akció ötletadóinak képviselőivel, melyen megbeszéltük az akció menetét, valamint az együttműködésünk dinamikáját és a kommunikáció folytatását is az elkövetkező időszakban.
amely nem csak a konkrét akciókra vonatkozik, a zöld területek rendbetételére, hanem a falu művelődési életének fellendítéséhez is hozzájárul, továbbá a falu központjának rendbetételére, a sportpályák rekonstrukciójára és mindarra, ami a Csikéri apusztaiak, de a helyi önkormányzat érdeke is. Mint ahogyan azt Tyúk említette, egyes dolgokat meg tudnak valósítani, de viszont vannak olyanok, amelyek megvalósítására nincs lehetőségük, mivel munkaerő az van, de ami a legnagyobb problémát okozza, az az anyagi támogatás, amely mindig jól jön. A munkaerő az megvan, azonban a további akciókhoz szükségünk van szerszámokra, üzemanyagra. Ezeket már nem tudjuk önerőből finanszírozni. Az elvégzett munkálatok értéke 70 ezer dinár körüli volt, amit az akció résztvevői a helyszínen összegyűjtöttek, önkéntes hozzájárulás útján. Miközben egy kisebb összeg meg is maradt a következő akciókra, amelyeket az elkövetkező hetekben valósítanak meg.